Lázár úr szeret nagyokat mondani, és szokott is általában évente legalább egy-két alkalommal. Ez nagyon sértő volt a magyar mezőgazdaságra és élelmiszeriparra. Nem értem, hogy a kormánynak elvileg senki nem tiltja, hogy a hazai élelmiszer kereskedelmet kompetenssé tegye, de pont azokat a láncokat, akiket segített, azok mentek tönkre. Másfél éven át Magyarország utcahosszan vezető volt az általános infláció, azonban az élelmiszer inflációban. Kérdezem én, hogy lehet ezt siker dolognak nevezni? Kultúrtáj. A Magyar Hang kulturális műsora Ficsor Benedekkel és Fekerle Szabolccsal. Ez a Kultúrtáj, a Magyar Hang kulturális és kulturpolitikai podcast műsora Ficsor Benedekkel és Fekerle Szabolccsal. Szeretettel köszöntjük nézőinket, hallgatóinkat, és mai vendégünk ez Raskó György, agrárszakértőt, agrárvállalkozót, korábbi földművelésügyi államtitkárt. Köszönjük szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Szívesen jöttem, úgyhogy én is köszöntöm a nézőket. És hát egy rövid magyarázat, ugye hát ez egy kulturális vagy kulturpolitikai podcast, mint ugye az elején mindig elmondjuk. Mégis mi alapvetően élelmiszeriparról, mezőgazdaságról fogunk beszélni, ami talán majd a beszélgetésből is kiderül, nincs is annyira távol a kultúrától, a szó jelentése is, vagy hát az eredete az tulajdonképpen a földműveléshez köthető, a latin agrikultúra szó. De talán keveset is beszélünk arról, hogy mennyire fontos része a nem csak a gazdasági életünknek, mindennapjainknak, hanem valóban egy ország kultúrájának az, hogy mit eszik, honnan származó dolgokat fogyaszt, ezek hogyan jutnak el hozzá, úgyhogy ilyenekről is fogunk beszélgetni. És kezdésképpen egy nagyon aktuális ügyet szeretnénk előhozni, ez pedig a Fanta ügy, ugye hát a hatalmas Fanta botrány, ami idézőjelben mondom, mert azért ez egy talán egy érdemtelenül ekkorára dagadt botrány. Ugye múlt héten jelent meg egy gazdasági portálon egy cikk arról, hogy az olasz Fantában 12% gyümölcs, vagy hát narancstartalom van, míg a magyarban 5, és ez onnan lett igazán érdekes, amikor Lázár János, aki egyébként nem élelmiszerügyekkel foglalkozó miniszter, de ez ügyben szeret megszólalni, ezt, tehát azzal vádolta egyenesen a Fantát gyártó Coca-Colát, hogy minket silányabb termékekkel itatnak ez esetben, máskor beszélt már olyanokról is, amivel etetnek. Ez a rövid bevezető csak azért annak mondtam, aki esetleg nem követte ezt az eseményt, vagy ezt az ügyet. Mit gondol erről a Fanta ügyről? Hát a személyes élményem, én Dél-Amerikában éltem 5 éven át, és a gyerekeim is időnként én is ittam Fantát, és ott is jóval magasabbnak éreztem a narancs tartalmat benne, mint itt Magyarországon. Hogyan reagáltam rá, mint fogyasztó? Többet itt Fantát Magyarországon nem vásároltam, a gyerekeim se, mert megérezték azt, hogy ez teljesen más ízösszetétel, és nem ízlett nekik. Én azt gondolom, hogy Lázár János felvetése független attól, hogy jogos vagy nem jogos, persze ez inkább ilyen uborka szezonos bulvár téma, de valójában arról van szó, hogy a fogyasztó az úgy reagál az ilyen dolgokra, hogy vagy megvásárolja, vagy elutasítja, nem kötelező Fantát inni. Akiknek a Fanta így is megfelel, azok ezután is fogják a Fantát fogyasztani, akiknek pedig hiányzik belőle az igazi narancs, azok esetleg más italt választanak. Tehát ez a szabadság szerencsére Magyarországon megvan. Coca-Cola úgy lőtte be, hogy Magyarországon az ízléshez ez az összetétel a legmegfelelőbb, és hát szinte minden országban más mennyiségű narancsot tesz a Fantába. Görögországban például közel 40%-os a
Fanta narancs tartalma, hát ott termelik a narancsot, valószínűleg olcsón be tudják szerezni, vagy lehet, hogy a ottani ízlésnek ez a legmegfelelőbb, körülbelül ennyit ér ez a téma, és általában is igaz, hogy azok a elemzések, amelyek arra vonatkoznak, hogy a multik által Magyarországon forgalmazott élelmiszerek, italok, vagy éppen felvágott félék minősége nem éri el a nyugat-európait. Ez úgy általában két évente előjövő téma, de miután nagy beszerzési láncok a termelésüket koncentrálják egy-egy országba, és onnét történik a terítés, például a felvágott félék a Lidl esetében Csehországban készülnek, és nincs olyan, hogy külön Magyarországnak gyártanának valamiféle felvágott félét, vagy kenőmájast, vagy akármit. Nyilvánvaló, hogy a Szlovákiától kezdve Lengyelországon át azonos minőségű. Tehát nem hiszem, hogy magyarokra pikkelnének, és emiatt gyengébb minőségű lenne a termék, hanem van egy kitalált ízlésvilága, ami Közép-Európának megfelel, és akkor a gyártása szerint történik. Ugyanakkor Lázár János, pont az ön által is említett egyik ilyen témafelvetés után, ez még 2014-ben, tehát 10 éve mondta azt, még akkor miniszterelnökséget vezető miniszterként, hogy szemetet etetnek velünk, tehát ott azért még a mostanánál is keményebben fogalmazott, hogy bár erre részben válaszol, de azért az mégiscsak érdekes, ami ebben a probléma felvetésben vagy kritikában megfogalmazódik, hogy mert ugye Magyarországon azért részben a magyar gyártók által előállított termékeket is fogyasztjuk, és az, hogyha azt mondja, hogy szemetet eszünk, akkor azzal mondjuk a magyar élelmiszeripart és közvetlenül a mezőgazdaságot és állattenyésztést is bírálja. Ezt hogyan látja, hogy ez, hogy szemetet eszünk, ez mennyire releváns és mennyire tekintető egy egyszerű kampányfogás? Lázár úr szeret nagyokat mondani, és szokott is általában évente legalább egy-két alkalommal. Ez nagyon sértő volt a magyar mezőgazdaságra és élelmiszeriparra, hiszen ő is tudja, hogy a Magyarországon forgalmazott élelmiszer nagyjából 73-74%-a az hazai eredetű alapanyagból készül, hazai feldolgozású élelmiszer, és hát ő a magyar élelmiszert minősítette szemétnek, ami elég meglepő kijelentés egy kormányzó miniszter szájából. Én azt gondolom, hogy ez nem igaz. Van egy ízlésvilág, ami Magyarországon más, mint akár Lengyelországban, vagy Nyugat-Európában, hogy abszolút konkrét legyek. Itt szeretik a zsírosabb tartalmú, erősen fűszerezett és füstölt árukat, ami például Spanyolországban szinte eladhatatlan. Ráadásul szerintem humán egészségügyi szempontból sem biztos, hogy jó dolog ennyi szalámit, kolbászt tenni, mármint füstölt árut, mint amit a magyar megeszik. És erre orvosi hát kimutatások is vannak, hogy bizony a Magyarországon a gyomorbetegségek gyakrabban fordulnak elő, mint például Észak-Európában. Ezt köszönhető többek között az ilyen agyonfüstölt áruknak is. Én azt gondolom, hogy magyar élelmiszeripar is általában olyan termékeket gyárt, amit a fogyasztó hajlandó megvásárolni, és hogyha a fogyasztónak az ilyen erősen fűszerezett, sózott termék felel meg, az az ízlés tetszik neki, akkor hát ilyent fog előállítani. És bizony a magyar élelmiszeripar exportra gyárt olyan készítményeket, amelyeknek teljesen más a beltartalma, más az összetétele, más az ízvilága, mert exportra az adott országba, ahova szállított, ilyen hát fogyasztói elvárások vannak. Maradjunk még egy pillanatra Lázár Jánosnál, aki gyakran el szokta mondani azt is, és ez valószínűleg nem magánvélemény, hanem ezzel kicsit kihangosítja a kormányzati szándékot, hogy egy ország szuverenitásának már ilyen téren, vagy hát igen, a szuverenitásának záloga az, hogy a bankrendszere, az energetikai ellátása és az élelmiszer ellátottsága, vagy ellátása az hazai kézben legyen, vagy hát túlnyomó részt hazai kézben legyen, és el szokta mondani, hogy a bankszektort, illetve az energia
ellátást illetően már egész jól állunk, de az élelmiszeriparban még, vagy élelmiszer ellátásban még nagyon komoly hiányosságok vannak ebből a szempontból, az ő szempontjából. Hogy látja ezt? Tehát az, hogy azért folyamatosan lehet hallani arról, meg olvasni arról, hogy a külföldi ilyen élelmiszer láncokat támadják, hol keményebben, hol csak szavakban. Mennyire jogos ez a felvetés, és Magyarország hol helyezkedik el mondjuk akár a régiót tekintve abban, hogy mennyire van kiszolgáltatva mondjuk a külföldi cégeknek ezen a területen? Hát maradjunk annyiban, hogy Lázár Jánosnak ez a politikai megnyilvánulásai semmi köze nincsen a kiskereskedelemhez, élelmiszerkereskedelemhez, de hát hangzatos kijelentések körülbelül ennyi. Amióta ezt mondja, nagyjából 10 éve, azóta a multiláncok egyre nagyobb szeletet hasítanak ki a magyar élelmiszerpiacon. Ma már, amikor ő először ezt megegyezte, akkor körülbelül 20%-os volt a élelmiszer kiskereskedelemben a részesedésük, most elérte a 40%-ot. Tehát pontosan az ellenkezője történik, mint amit ő hát szeretne látni. Nem értem, hogy a kormánynak elvileg senki nem tiltja, hogy a hazai élelmiszer kereskedelmet kompetenssé tegye, de pont azokat a láncokat, akiket segített, azok mentek tönkre. Itt nevezik konkrétan a CBA-t, a Reált. Ugye volt egy ilyen törekvés, hogy a számukra a vasárnapi boltzár az nem érvényes, nekik kiskereskedelmi büntetőadót nem kell fizetni, tehát számos olyan lehetőséget megkaptak, és egyet meg elvettek tőlük. Ugye ezek a láncok az online kassa bevezetés előtt hát elég trükkösen fizették az áfát. Az online kassa bevezetése viszont végzetessé tette a sorsukat, hiszen abban a pillanatban, amin minden bevételt nekik továbbítaniuk kell a NAV felé, kiderült, hogy azok az áfa trükkök, amiket korábban alkalmaztak, továbbra nem alkalmazhatók, és hát kiderült, hogy ezek a láncok hatékonyságban annyira el vannak maradva az itt lévő nyugati láncoktól, hogy szükségszerű volt az online kassa bevezetése után a tönkremenetelük. És mondjuk a hatékonyság, az más szempontból is felvethető, ugye ezt ön is többször beszélt róla interjúkban, mások is emlegették, hogy a rendszerváltáskor a magyar mezőgazdaság, mondjuk a régióban vagy a szocialista blokkban egy irigyelt ágazat volt, mára viszont a versenyképessége nehezen hasonlítható össze, például az a már említett lengyelével, hogy tudom, hogy ez 35-4-5 év, amit nehéz lenne most itt néhány percben összefoglalni, de hogy hol indult el az a folyamat, ami elvezetett oda, ahol most tartunk? Ugye kezdjük azzal, hogy a KGST időszakban a Magyarországot kijelölték egyfajta élelmiszer beszállítónak, mármint a KGST országban, melyek közül a Szovjetunió volt a legnagyobb. Elképesztő mennyiségű élelmiszert exportáltunk. Nem számított a megtérülés, a versenyképesség, hiszen minden terméket Szovjetunió NDK részben megvásárolt, és hát millió tonnás nagyságrendben adtunk el sertéshúst, 500 tonna almát, hogy nagyobb tételeket mondjak. Viszont ehhez a teljesítményhez a nagyon komoly támogatásra volt szükség. Tehát ezt transfereken keresztül kapta meg a mezőgazdaság, és miután az élelmiszer termékek nagy része legalább konvertibilis, tehát kemény valutás terméknek minősült, tehát devizát lehetett érte kapni, hát akkor a magyar ipar nem sok olyan termékkel bírt, amit hajlandók volt nyugat vagy bárki konvertibilis devizáért, dollárért megvásárolni, de az élelmiszert igen. A Magyarország volt olyan időszak 80-as években, amikor a teljes konvertibilis deviza közel 30%-át élelmiszerek hozták, hatalmas részarány volt ez a GDP-hez, egyéb máshoz viszonyított arányjal összevetve. Na most ebben az időszakban
épültek világbanki pénzekkel azok az óriás gyárak, húsgyárak, konzervipari egységek, amelyek a KGST piacra voltak méretezve, és miután a KGST 1991-ben megszűnt, és abban a pillanattól kezdve ezekre a termékekre kevésbé volt szükség, vagy legalábbis konvertibilis devizát nem voltak hajlandók az oroszok érte adni, hanem maximum rubelt. A rubellel nagyon sok mindent nem lehetett kezdeni. Szükségszerű volt ennek az ágazatnak az összeomlása. Tehát ez egy át kellett állítani egy teljesen más logikájú piacra, ahol számít a minőség, számít a hatékonyság, és másokkal versenyezni kell a piacon. Ez okozta a magyar élelmiszeripar hatalmas veszteségét, és miután a KGST országokon belül Magyarország kapta ugye ezt a kiemelt feladatot, szükségszerű volt, hogy az élelmiszeripar itt bukott a legnagyobbat. És hát a bukás utáni időszakban jött ugye a privatizáció, ami kényszer privatizáció volt, hiszen a legtöbb élelmiszeripari céget azért kellett eladni, mert hitelképtelenné vált, veszteségessé, saját forrása nem volt, és hát abba bíztunk, hogy a nyugati befektetők idejönnek, akkor azt a forgótőkét és fejlesztési pénzt beleteszik abba a magyar élelmiszeripari cégbe, amely korábban KGST piacra szállított, és majd egy új technológiával képes lesz nyugati piacokon is megjelenni. Hát azért ez nagyon, nagyon alacsony sikerlő hát privatizáció volt abból a szempontból, hogy inkább ezeket a gyárakat bezárták, miután Magyarországot kispiacnak találta a befektető, és átment Lengyelországba elsősorban, ahol egy 40 milliós piac volt, és egy olyan, amelyet zöldmezősen lehetett felépíteni, és ez a zöldmezős beruházások Lengyelországban elképesztő sikeresek voltak. Amikor beléptünk az Európai Unióba, Magyarország és Lengyelország élelmiszer exportja nagyjából azonos volt értékben, tehát olyan 3,5 millió dollár. Ma a lengyeleké 3,5 milliárd dollár, ma a lengyelek 53-55 milliárd dollárnál tartanak, mi leragadtunk a 12-13 milliárdnál, tehát Lengyelország elképesztő mértékben elhúzott élelmiszer exportban, gyakorlatilag Közép-Európa egyetlen igazán versenyképes, hatékony élelmiszergazdasága ma nem Magyarországon van, hanem Lengyelországban. Mondjuk e téren, mert nyilván mondjuk a 2010-et inkább politikai cezúrának tekinthetjük, de mivel az Orbán kormányok visszatérően hivatkoznak egyrészt a szuverenitásra, másrészt a Szabolcs által is emlegetett önellátásra, történt olyan lépés ön szerint, ami javíthatta volna, vagy javította a versenyképességet, ami mondjuk elindíthatta volna, vagy elindította az országot Lengyelország felé? Tehát voltak ilyen lépések? Hát voltak azért az Orbán kormány alatt is ilyen szempontból pozitív intézkedések, ami persze inkább a jegybank, tehát az MNB indította a növekedési programot, aminek erős mezőgazdasági élelmiszeripari része volt. Ezt határozottan állítom, hogy akik akkor éltek azzal a lehetőséggel, hogy 2-3%-os fix kamatozású, hosszú lejáratú hitellel korszerűsítették mezőgazdasági vállalkozásukat, vagy éppen az élelmiszeriparit, azok nagyon jó döntést hoztak, és ma ismereteim szerint ezek a beruházások versenyképessé tették az adott beruházást nem csak Magyarországon, hanem európai szinten is. Nekem is vannak ilyen vállalkozásaim. Azt gondolom, hogy ez rendkívül pozitív irányú lépés volt, és most készül egy következő, amit napokon belül, vagy talán hónapokon belül már pályázható, ez az élelmiszeripar korszerűsítésével kapcsolatos. Nagyon komoly pályázati pénzek állnak majd rendelkezésre. Talán ezt 10 éve korábban kellett volna indítani, és nem most, de hát jobb későn, mint soha. Ehhez olyan uniós vidékfejlesztési pénzek is párosulnak,
ami reményeim szerint az élelmiszeripart következő 10 évben föl tudja hozni az európai szintre. Hatékonyságba, versenyképességbe. Erre reális esély van? Tehát, hogy 10 év alatt le lehet dolgozni azt a... Források meg lesznek hozzá, a többi pedig a szereplőkön múlik, hogy akarják-e, hogy komolyan veszik-e, és hát ami Magyarország, amiben gyengék vagyunk, az inkább a marketing része a dolognak. Tehát még odáig, hogy megtermeled a jó minőségű terméket, rendben van, de attól kezdve, hogy külföldi piacokon márkanevet kell építeni, egy olyan megbízhatóságot kell sugalni, amit ugye élműszer esetében egy bizalmi termékről van szó. Hát ebben nem sikerült Magyarországnak előre lépni. Például az én a nyugati baráti társaságom, akár Egyesült Államokból, Angliából érkeznek, mindig megdöbbennek, hogy milyen jó borokat lehet inni Magyarországon, és mert én ismerem az itteni borokat, amit egyébként Európában kutya se ismer. Tehát, és közben itt a szomszédunkban egy jóval kisebb ország, jóval kisebb szőlőterülettel, hatalmas botrány, a glikol botrány után, Ausztria, elindított egy olyan marketing programot, hogy ha én éppen Hongkongban vagyok, vagy New Yorkban, Manhattanben, osztrák borokat látok, magyar borokat, szinte csak a miénket, a Royal Tokajiét, de hát ezt azért mondom, mert láthatóan továbbra is márkanévépítésben, piacszerzésben a magyar élelmiszeripari szereplők, legyen borászat vagy más ágazat, elképesztően gyengén teljesítenek. Hát csak ugye vendégünk volt a Reptér című műsorban is, ahol elég kemény kritikát fogalmazott meg a földművelés terület résztvevőivel kapcsolatban. Ugye, ha jól emlékszem, úgy fogalmazott, hogy inkább mennek a Maldív-szigetekre nyaralni, mint hogy fejlesztenek. Hogy azért ebben a kritikában benne van az is, hogy ez az önáltal felvetett 10 éves periódusban bár a források akkor rendelkezésre állhatnak, de nem biztos, hogy a szereplők kompetensek, vagy van bennük igénye a változás, hogy ezt hogy látja? Mondjuk ennek tükrében ez a 10 éves felzárkózás mennyire tűnik? Én azt látom, hogy például ez alatt az elmúlt 10-12 évben a magyar állattenyésztés professzionális része szinte teljesen megújult, elképesztő módon javult a hatékonyság, a versenyképessége, ebben uniós és hazai, tehát nemzeti források egyaránt szerepet játszottak, segítették ezt a fejlődést. A sertéstenyésztésben történt talán a legnagyobb előrelépés, de baromfi ágazat is nagyon-nagyon jól teljesített, vagy éppen a tejtermelésben is szerintem láthatók a jelei annak, hogy európai, közép-európai viszonylatban vannak versenyképes szereplők alapanyagtermelésben és a feldolgozásban is. De például a konzervipar, hűtőipar továbbra is nagyon alacsony szinten teljesít. Tehát nem lehet azt mondani általánosságban, hogy nem tudtak élni a lehetőséggel, de az se, hogy mindenki élt vele. És hát van még egy fontos szempont, ami zavart okoz, hogy a lokális, tehát az, hogy a lokális piacokat sem tudja Magyarország megtartani, tehát egy-egy helyi piacot se. Ebben benne van egy népi mentalitás is, és akkor megint őszinte kritikát fogalmazok meg. Ausztriában, mondjuk Steyrországban kizárt, hogy az ottani kocsmákban, éttermekben ne Steyr gyártású sör legyen a csapon, vagy ne helyi bor kínáljanak. És átmegyünk, mit tudom én, Salzburg tartományban, ott biztos, hogy Stiegl sört fognak kínálni a vendéglátóhelyeken, és nem pedig Heinekent, hogy egy példát mondjak. De ez vonatkozik a sajtra, a kenyérfélékre, péksüteményekre, süteményekre, vagy éppen a felvágottakra. Ott a helyi a nyerő, az osztrák vásárló, tudatos vásárló,
és tudja azt, hogy ez a termék, ez az én tartományomban készült, az én városomban, vagy az én környékemen, akkor azt fogom először megvenni, nem pedig a import holland sajtot. Magyarországon meg az a lényeg, hogy a sajt olcsó legyen, Hollandiából folyamatosan jön a diszkont sajt, amit ugye az ott szavatossági idő lejárt, azt áthozzák ide Magyarországra, Bulgáriába, Romániába, és ott szeletelve eladják. Hát ez történik Magyarországon. Itt a helyi sajtok melletti kiállás a lakosság részéről, az nagyon kevesek tudatos vásárlása. A döntő többség azt nézi, hogy hát ennyivel olcsóbban most diszkonton megkapom, akkor azt vásárolom. Persze ez azért is van, mert a a magyar élelmiszer közben világrekord szintre emelkedett, nem a minőségében, hanem az árában. Tehát az, hogy a uniós élelmiszer árszínvonalat, a magyar élelmiszer árszínvonal 0,9%-kal meghaladta 2023-ban, ez teljesen megdöbbentő, hiszen a szomszédos országokban, ahol szintén alacsony a vásárlóerő, Lengyelországban az uniós átlag 66%-ánál tartanak, Romániában csak 60, Bulgáriában 56-57% körül, de olcsóbb Horvátországban is, Szlovéniában is, és Szlovákiában is az élelmiszer. Vagyis mi úgy lettünk kétes hírű rekorderek árszínvonalban. Itt Közép-Európában, hogy közben a lakosság vásárló ereje óriási zuhant 2021-hez viszonyítva, vagyis míg 2019-ben egy átlagos magyar háztartás élelmiszer és üdítőital kiadásai az összkiadások 18-19%-át tették ki, most 30% körül vannak. Iszonyú drága az élelmiszer Magyarországon. Uh-huh. És ez a védekezés micsoda, hogy megyünk a diszkontokba akciós vásárlásokra, mert nem azért, mert ez a szórakozásunk, legyünk őszinték, legalább 3,5 millió magyar embernek az agya arra jár, hogy a családja élelmiszer igényét kielégítse a lehető legolcsóbb áron. Eltűntek a márkatermékek, vagy teljesen visszaszorultak, és a diszkontok no-name kereskedelmi márkáit vásárolják, mint mondtam, most már olyan arányban, ami sehol nincs Európában. Tehát a diszkontláncok élelmiszerpiaci részesedése Németországban ilyen 15-16% körül van, Franciaországban még ennyi sincs, Magyarországon pedig 40%. És mondjuk azok az intézkedések, mondjuk a kormány az árstoptól kezdve sok mindennel próbálkozott, hogy ezt az inflációt legalább az élelmiszer árakban valahogy megfékezze, hogy ezt hogyan látja ennek hatékonyságát? Én abszolút negatív dolognak tartom magát az árstoppot. Egyrészt ez gyakorlatilag szinte beindította az infláció növekedését, hiszen az ártopos befagyasztott termékeken elszenvedett veszteséget rátették a fogkefére, meg a mosóporra, meg egyéb másra, vagyis olyan termékre, és ezek voltak többségben, amin nem volt semmiféle ilyen árbefagyasztás. Ez olyan helyekre is ártették, amik egyébként eszébe se jutott volna esetleg a magának a forgalmazó láncnak. Ez egy hatalmas inflációs hullámot indított el, mindenki tisztában ezzel, hogy másfél éven át Magyarország utcahosszan vezető volt a általános infláció, azonban az élelmiszer inflációban. Kérdezem én, hogy lehet ezt siker dolognak nevezni? De ez csak az egyik probléma. A másik az, hogy ezzel a független magyar boltok, vegyesboltok és hasonlóan franchise-ban működő CBA, Real, egyéb más hazai kiskereskedelmi láncokat totál tönkre vágta. Az gyakorlatilag bezárt ez alatt az elmúlt két év alatt mindegy 15 ezer kiskereskedelmi egység, ennek nagy hányada élelmiszert forgalmazott. Egyszerűen az árbefagyasztás terheit
ugyan nekik nem kellett vállalni, mert ugye rájuk nem vonatkozott a dolog, vagy akikre vonatkozott, azok pedig inkább felhagytak a forgalmazással, és hát miután ott nem volt olcsó árbefagyasztott termék, ezért a fogyasztó addig lehet, hogy próbálta életbe tartani az adott kisboltot, de ezek után inkább elment a város széli valamelyik diszkontáruházba, és gyakorlatilag oda szokott. Ezért történt az, hogy a élelmiszer kiskereskedelemben ilyen elképesztő részesedést ért el ez a három kereskedelmi lánc. Most említette itt, hogy már kelet-közép-európai viszonylatban is ebben a tekintetben, tehát az élelmiszer árak tekintetében abszolút sereghajtók lettünk. Gondolom ez nem azon múlik elsősorban, hogy ezek a környező országok mindenben sokkal tehetségesebbek, hanem ezt itt ki lehet jelenteni, hogy ez egy elhibázott kormányzati politikának az eredménye, tehát az adózástól elkezdve minden az irányba hat, hogy ennek ez legyen az eredménye? Én azt gondolom, hogy itt sorozatban tett hibás lépéseket a kormány. Például annak minősítem a élelmiszer inflációhoz, nem csak az árbefogyasztás járult hozzá, hanem a sorozatban emelt kiskereskedelmi különadó, ami először volt 1,7%, aztán lehet 4%, 4,5%. Ez gyakorlatilag áfaként viselkedik, tehát ma, ha valaki bemegy valamelyik diszkontláncba, vagy éppen Spar, Tesco áruházba, és ott megvesz bármilyen élelmiszert, ami nem kedvező, tehát nem csökkentett áfatartalmú, abban a pillanatban 31,5%-ot adót fizet az államnak, miközben a szomszédos országokban, Ausztriában 10%, Lengyelországban 4%, ez az áfatartalom, vagy éppen az Egyesült Királyságban, Spanyolországban meg 0. Most gyakorlatilag ez az állami adóbevételek begyűjtése szempontjából egy kényelmes megoldás, hiszen az áfát online kassa révén nagyon könnyű begyűjteni, de ugyanakkor az a infláció, amit gerjesztett a kormányzati intézkedések sorozata, az gyakorlatilag elvitte azt a jövedelmet, amit a korábbi években valóban volt reál jövedelem növekedés Magyarországon. Ennek a nagy részét 2022 óta a kormány visszavette, és most Nagy Márton miniszter úr értetlenkedik, hogy miért nem hajlandók fogyasztani a magyar lakosok. Hát azért, mert nincs miből fogyasztani. Tehát van, nem azért, ez egy vicces kijelentés volt részéről, hogy magyarok is rájöttek arra, hogy takarékoskodni kell, és inkább a betétekbe gyűjtik a pénzt, amin ugye olyan alacsony a kamat, hogy azon még pluszba veszítenek. Tehát ez vicces megjegyzés volt a miniszter úr részéről, vagy lehet, hogy cinikus. Én azt mondom, Magyarországon a vásárlóerő deficit van, ami miatt aztán elkezdett zuhanni az infláció, és ma ott tart élelmiszerek esetében, hogy igazából majdnem deflációs időszak van. Nem azért, mert egyébként normális esetben jó pár terméknek pont az árbefogyasztás megszűnése után kellene, hogy emelkedjen a fogyasztói ára, de nem emelkedik, mert nincs rá vevő. Ez, hogyha kicsit visszatérünk a beszélgetés elején a minőségi, élelmiszer minőségi kérdésekre, akkor ennek hosszú távon milyen hatása lehet? Mondjuk, ugye említette, hogy megveszük a diszkont sajtokat, a Hollandiából érkezett, esetleg lejárt szavatosságú újra szeletelt sajtokat, hogy ez mondjuk a magyar élelmiszeriparra, vagy a mezőgazdaságra, az állattenyésztésre nézve milyen hatása lehet? Hát ugye, mint mondtam, az állattenyésztés pont az elmúlt két évtizedben elképesztő módon átalakult. Talán emlékeznek önök is, bár fiatalok, hogy a háztáji állattartás milyen jelentős szerepet játszott Magyarországon a múlt rendszerben. Sertés közel 75%-át háztáiban hízlalták meg.
ma körülbelül a 10%-át. Tehát, és a, de ugyanez a tejtermelés, tojástermelésre, majdnem mindegyikre igaz. Ma gyakorlatilag a háztáji állattartás megszűnt. Olyan minimális a zsugorodott, hogy akik ma tartanak háztáji formában állatokat, az maximum saját fogyasztásra vagy hobbiból teszik. Ez a tevékenység átkerült a nagy gazdasági társaságokhoz. Ők foglalkoznak professzionális állattenyésztéssel, állattartással, hizlalással, viszont nagyon nehéz helyzetben vannak, mert a földtörvény 2014. május 1-e óta rendkívül hátrányos helyzetbe hozza ezeket a vállalkozásokat, hiszen a földhasználatot illetően az utolsó helyre kerültek, tehát mindenki megelőzi őket. Amennyiben, amikor lejár egy földhaszonbérleti szerződés, és újat kell kötni, abban az a társaság, amely addig használta a földet, gyakorlatilag az utolsó helyre kerül, és emiatt 2010 és 2013 között több mint 600 000 hektárra csökkent az általuk hasznosított terület. Nem azért, mert nem tudtak volna versenyképes bérleti díjat fizetni, hanem egyszerűen a törvény korlátozta a földhasználatukat. Közben, hogy lehet úgy állattenyésztést fejleszteni, hogy nincs mögöttem, hátam mögött föld, ahol meg tudom termelni a takarmányt, tömegtakarmányt, abrakot, és ahova ki tudom helyezni a szerves trágyát, híg trágyát, hogyha ilyen lehetőségem nincs, akkor nem fogok neki kezdeni egy nagyobb arányú fejlesztésnek, pedig erre lenne szükség Magyarország esetében, különben lassan mindenből, húsféléből importra fogunk szorulni, tehát önellátási szint alá esünk. A háztáji és az egyéni gazdák nem hajlandók ezzel a tevékenységgel foglalkozni. Ők vált a kényelmes növénytermelés, termelnek gabonát, olajos magokat, 4-5 féle terméket, fölveszik az uniós támogatást, és emellett tudnak hektáronként olyan 150-200 ezer forint nettó jövedelmet termelni növényekkel. Hát egyikük se kezd állattenyésztés fejlesztésbe. Tessék megnézni az elmúlt időszakot, hogy zuhan lefelé az állatállomány. Elsősorban az egyéni gazdaságok háztáiból kerül ki az állat, és nagyüzemek sem fejlesztenek, maximum szinten marad az állományuk, jóval hatékonyabban termelnek, de bővítésben nagyon kevesen mernek vállalkozni, pontosan a föld hiánya miatt. És ezek a földek egyébként, amit itt most említett, hogy az állattenyésztők ugye utolsóként juthatnak hozzá, hogyha lejár ez a jogosultságuk, ezek hova kerülnek? Egyéni gazdákhoz kerülnek. Így fordult elő az, hogy Magyarországon 2023-ban már 3750 családi gazdaság volt 200 hektár, bírt 200 hektár birtoknál nagyobban, sőt, nagyon sokan 5-600 ezer hektáros birtokokkal rendelkeznek. Ebben a körben az átlag birtokméret 290 hektár, nyugat-európai farmok átlag birtokméretének a tízszerese. Tehát kvázi nagygazdaságok, egyéni nagygazdaságok lettek belőlük. Elfoglalnak jelen pillanatban 1.100.000 hektár, tehát a teljes szántóterületnek az egy negyedét elfoglalják, és ez a termelők számát nézve 1,9%. Tehát 1,9% termelő elviszi a teljes magyar termőterület gyakorlatilag negyedét, vagyis hát 25%-át, ami elképesztő mértékű koncentráció. Az a problémám ezzel csak, hogy ennek a körnek a 99%-a kizárólag növénytermeléssel foglalkozik, se gyümölcs, se zöldség, se állat. Na most emiatt a mezőgazdaságunk egyre extenzívebbé válik, emiatt a hozzáadott érték nagyon csekély, hiszen olyan extenzív növények szerepelnek a
termelés szerkezetben, mint a buza, kukorica, napraforgó, repce, stb. És hát ezt az utat választotta Magyarország. Gondoljuk végig, hogy a teljes magyar szántóterület 85%-án ez a négy növény van. Az a fűszerpaprika, amiben Európa legnagyobb termelői voltunk, tizedére zsugorodott a területe, de egyéb más növényeké, paradicsom, szántóföldi paradicsom is, sem soron tovább, úgy szintén kertészeti ágazatok másik része, gyümölcsös 175 ezer hektárról visszament 83 ezer hektárra, 2023-ra, a szőlő körülbelül a kétharmadára csökkent, tehát minden, ami magasabb hozzáadott értékű termelést tesz lehetővé, és több munkaerőt leköt, ezeket a tevékenységeket szépen befejeztük, és gyakorlatilag a magyar agroökológiai potenciál kihasználásában 50% alá estünk. Mikor a mezőgazdaság kapcsán alig hallható szó nélkül az az aszály, vagy az az extrém időjárás, aminek ugye most már évek óta elszenvedői vagyunk, és bár az többször is említette több korábbi interjúban, hogy a 2022-eshez várható méretű aszály, vagy pusztító hatású aszály azért idén nem valószínű, de hogy mennyire tud alkalmazkodni a magyar mezőgazdaság ahhoz a most már nyilvánvalóan látszó extrém körülményhez, amely a következő éveket is meghatározza majd. A jó hírem az, hogy a termelők elég tőkerősek ahhoz, akik szántóföldi növénytermeléssel foglalkoznak, van pénzük arra, hogy az alkalmazkodáshoz szükséges technológiát alkalmazzák, ehhez a gépeket megvásárolják, precíziós termelésben nagyot léptünk előre. Tehát van azért itt látványos fejlődés, agrotechnológia nagyot változott, ma mindenki minden erejével arra koncentrál, hogy a talaj nedvesség tartalmát megőrizze, tehát olyan talajművelést alkalmazzon. Ezek egyértelműen pozitív irányú lépések. Remélhetőleg az öntözés is egy nagyobb lendületet vesz. Ma már azért jóval több területet öntöznek, mint 2022-ben, legalább 30-40%-kal nőtt az öntözött terület aránya, és hát remélhetőleg ez tovább fog folytatódni. Tehát van alkalmazkodó képesség, és ehhez a tudás is megvan. Nem ez az igazán a nagy probléma, hanem az, hogy ezeket a növényeket más országokban alacsonyabb költséggel sokkal versenyképesebb módon tudják termelni, Oroszország, Ukrajna, hogy két nagy országot említsek, és hát ők elfoglalják a világpiacon a mi pozícióinkat. Ugye ukránok az elmúlt két évben például elhódították Olaszországot a magyar gabonától. Mi voltunk Olaszország egyik legnagyobb gabona beszállítója, ma gyakorlatilag nyomokban szállítunk oda, ukránok kiütöttek bennünket, és hát most az embargó egyenlőre védi a magyar gazdákat az ukrán gabona további beözönlésétől, de kerülő úton és közvetetten mégiscsak él ez a hatás, mert Németország, Belgium, Hollandia vásárolt tőlük, Spanyolország, Olaszország úgy szintén, és amit tőlük veszi meg, azt nem tőlünk veszi meg, ezáltal a hazai árszintet is lefelé fogja nyomni, ez történik most, ezért ilyen nyomottak gazdák szerint az árak ma Magyarországon, és hiába van relatív aszály egyes alföldi területeken, hiába fog csak 4,5 millió tonna kukorica teremni, legjobb esetben is, ma már azt merem állítani, akkor sem fog fölmenni a hazai piaci árszintje az ilyen hatások miatt, hiszen ez a mennyiség a hazai ellátásra bőven elegendő, és ez buzára még inkább igaz, napraforgóból rekordtermés lesz ebben az évben, majd kíváncsi vagyok, hova fogjuk tudni eladni ezt a hatalmas mennyiséget, tehát lesz egyfajta értékesítési probléma is, ami azért az árakat nem fogja engedni, az aszály ellenére se olyan szintre emelkedni, ami belföldön újra
alapanyag oldalról egy élelmiszer inflációt indítaná el. Köszönöm, zárásként, hogyha most Oroszország szóba került, a korábban említett nemzeti szuverenitás kérdés kapcsán egy kicsit elszakadva a mezőgazdaságtól. Arról kérdezném, hogy látja ezt a szuverenitást mondjuk a gombamód szaporodó kínai akkugyárak és mondjuk az orosz befolyás tükrében, mennyire nevezhető szuverén országnak Magyarország? Én azt gondolom, hogy az ilyen fából vaskarika, abszolút politikai szlogenekről van szó, hiszen amikor beléptünk az Európai Unióba, akkor vállaltuk azt, hogy feladjuk a gazdasági szuverenitásunkat olyan előnyökért cserébe, hogy például szabad piacra jutás, uniós támogatások és sorolhatnám tovább. Tehát ez egy tudatos döntés volt Magyarország részéről, éppen az Orbán kormány Martonyi János ugye írta alá ezeket a dokumentumokat, mint külügyminiszter annak idején. Tehát ezt a belépés már Gyurcsány kormány alatt történt, de a megegyezés, ugye a koppenhágai egyezmény az jóval előbb megszületett, és akkor a Orbán kormány, beleértve Orbán Viktort is úgy gondolta, hogy a gazdasági